Levente Kálmánt, Solymár polgármesterét, és hát vágjunk is bele a közepébe. Ugye ilyenkor az év első negyedében fogadják el a képviselőtestületek az éves költségvetést, úgyhogy ez a mai legfőbb témánk. Úgyhogy rögtön térjünk is rá, röviden foglalja össze nekünk, hogy mik a költségvetés idei fő számai. Továbbra is körülbelül 2,5 milliárd forint Solymár költségvetési főszege, és azt hiszem, hogy egy kifejezetten jó költségvetést sikerült elfogadnunk. Számítunk egy masszív növekvő adóbevételre, ami az elmúlt éveket jellemezte, és mind a mellett, hogy meg tudjuk tartani az összes intézmény működését, a fejlesztéseket, a felújításokat, mellette elég szép pénz marad bizonyos beruházásokra is, tehát én azt hiszem, hogy ez egy elég stabil és elég jól végrehajtható költségvetés lesz. Hát és ugye nyilván a nézőket részletesen is érdekli az, hogy milyen beruházások, fejlesztések várhatóak az idén. Van egy-kettő, amiről ugye tudunk, hogy már áthúzódott tavalyról. Beszéljünk ezekről először, hogy melyek azok, amik már elkezdődtek tavaly, és mikorra várhatóak ezeknek a befejezés. Hát ugye a legnagyobb beruházásunk a tűzoltószertár megépítése, ez most már abszolút célegyenesben van gyakorlatilag. Azt nem mondom, hogy utolsó simítások, de már majdnem ott tartunk. Az épület gyakorlatilag kész van, még a külső vakolás, díszítés, a tereprendezés van hátra. Belülről szinte 100%-os már az épület, úgyhogy a nyár folyamán mindenképpen üzembe tudjuk helyezni, de legeslegkésőbb a solymári búcsúra ünnepélyesen a teljesen kész tűzoltószertárat át tudjuk majd adni. Ez egy óriási nagy beruházás, hisz évek óta folyik, és teljes egészében saját erőből, illetve vállalkozók támogatásából készítettük el. A kivitelezést, a generál kivitelezést pedig a saját cégünk, a Solymári Település Üzemeltetési Kft. Végezte. Áthúzódó beruházás még a tavaly elnyert pályázati forrásokból megvalósulandó fejlesztések. Ugye nagyon sok Viszmajor, belügyminisztériumi Viszmajor pályázatot nyertünk el. Ezekben a percekben is folyik, és már befejezéséhez közeledik a Fatimai kápolna mögött a káposztáspatak mederrendezése, utána azonnal nekiállnak a Várhegy utcai hídkár, illetve mederkár rendezésének. Felújításra kerül a Hegy utca, Völgy utca, szintén Viszmajorból, illetve a Kopány utca középső szakasza, a támfalépítés és a Kopány utca középső szakaszának a bővítése is meg fog történni az idén. Ezek, mint mondtam, mind Viszmajor pályázatok. És hát a legnagyobb ilyen útépítési pályázatunk az pedig a részben szintén Viszmajorból fedezett Róka utca és csatlakozó utcáinak a felújítása, illetve szilárd burkolattal való ellátása. Ez egy nagyon nagy előrelépés lesz, mert a Róka utcán kívül a csatlakozó utcák is szilárd burkolatot kapnak. Ugye nagyon sokszor jeleztem már, hogy a legrosszabb állapotúak az utak a Hudvajdén vannak, hisz itt a területen 5-6 kilométer burkolatlan földút van, ezeknek egy jelentős része most szilárd burkolatot fog kapni. Mindemellett folyamatosan pályázunk is, ugye két nagy lélegzetű pályázatunk van jelenleg elbírálás alatt, mindkettő a Nemzetgazdasági Minisztérium Pest megyei projektjeinek a pályázat kiírására lett beadva. Az egyik az óvodaépítése, tehát egy új óvodaépítése, 6 csoportos óvoda a Györgyligeten, ezt még nem tudjuk a sorsát, tehát még nem kaptunk választ arra, hogy támogatásban részesül, ez egy több mint 400 millió forintos beruházás, illetve most fogunk a képviselőtestület ülésen dönteni, hogy ismét beadjuk a szintén Pest megyei pályázatot az útfejlesztésre. Két olyan útunk van, amelyik jogerős építési engedéllyel rendelkezik, és mindenben megfelel a pályázati kiírásnak. Ez az Ásvány, illetve a Mészégető utca újjáépítése. Hát reméljük, most már ezeken a pályázatokon is sikerrel fogunk szerepelni. Emellett még számos kisebb beruházás fog történni, megépítjük az idén a Kilátó utcát, járdákat fogunk építeni, illetve kisebb-nagyobb közlekedésbiztonsági beruházásokat határozott el a képviselőtestület, fekvőrendőrök telepítése, csomópontok átalakítása. Ezek bízom benne, hogy az év folyamán, főleg ugye a nyár folyamán, kora ősszel mind meg fognak valósulni. Ugye nagyon régi igény már a
körforgalomot a Vasút utca, Tersenszky utcánál, ami ugye nem az önkormányzat hatásköre, de hát azért mégiscsak érinteni a lakosságot. Erről tudunk valamit, mert mindig vannak hírek, aztán elszállnak. Itt több vasat tartunk a tűzbe, ha lehet így mondani. Ugye kértük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő RT-t, hogy az M0-ás beruházással párhuzamosan ezeket is valósítsa meg. Viszont hát az M0-ás autópálya beruházás az biztos, hogy éveket fog csúszni, hiszen jelenleg folyik csak az engedélyeztetése és ennek a munkának a kivitelezése a Megyeri hídtól a Solymáriósanig, ennek a 4,3 kilométeres szakasznak legalább 3 évig fog tartani. Tehát ha gyorsan lezajlik az engedélyeztetés, kiviteli tervek, közbeszerzés, jogerős döntése lesz a közbeszerzésnek, szerintem legkorábban akkor is olyan 2022 körül lesz kész. Viszont ezeket a problémákat nekünk addig is meg kell oldani, úgyhogy folytatunk más tárgyalásokat is, hogy ezeken a valóban állami közutakon történő beruházásokat valahogy külső finanszírozásba megoldjuk. A temetői körforgalom engedélyének megújítása, illetve bizonyos szükséges áttervezések folyamatban vannak. A temetői körforgalomra ugye Solymár önkormányzata finanszírozta és készítette el a körforgalom tervét. Azóta eltelt 9 év, mióta ez a terv elkészült, úgyhogy ezt most aktualizálni kell, azóta megváltoztak bizonyos szabványok és szabályok, főleg a közmű áttelepítésekkel, de bízunk benne, hogy ez is haladni fog. Amit mindenképpen meg szeretnénk valósítani az idén, az a PEMÜ-nél, a Terszjánszky emlékműnél az Ifjúság utcai csomópontnak az átépítése, ahol egy nyomogombos, forgalmi lámpás gyalogátkelő hely fog megvalósulni, és akkor ezzel nagyon jelentősen javulhat a közlekedés biztonság Solymáron. Igen, az ott egy elég balesetveszélyes rész, és van ugye még egy ott lent a kanyarnál, a Terszjánszkyn, ott is lesz valami hasonló terv, vagy oda van? Igazából hosszú távon több helyen szeretnénk gyalogátkelőket megvalósítani. A két legfontosabb, tehát ahogy a bizottságok fontossági sorrendet állapítottak meg, az ez a bizonyos PEMÜ csomópont, ahol ugye a buszbekanyarodás, kikanyarodás miatt is szükség van a csomópont átépítésére. A másik az pedig a postánál levő gyalogátkelőhely, hiszen ezen a részen is történtek már sajnálatos balesetek, illetve nagyon nagy mértékű a gyalogos forgalom, és ugye jelenleg csak a József Attila utcai kereszteződésbe lehet átkelni, amit viszont lámpásítani technikai okok miatt nem lehet, hiszen a Várhegy utca meg a József utca úgy szét van csúszva, hogy a buszok fordulása miatt nem lehet megoldani ott egy lámpás kereszteződést, ezért a postánál szeretnénk ezt megvalósítani, és hát természetesen hosszú távon jó lenne majd további helyeken ilyen gyalogátkelőket kiépíteni. Ha már ez a két gyalogátkelőhely kiépül, akkor már a főutak forgalmát annyira szakaszolja, hogy várhatóan biztonságosabb lesz más zebrákon is a gyalogátkelés. Egyébként a tűzoltószertárnál, a Mátyás Király utca 37-nél ott pedig kiépítésre kerül egy úgynevezett fedezőjelző. Ez azt jelenti, hogy ha a tűzoltók riasztást kapnak, akkor egy lámpa pirosra vált, viszont közben folyamatosan villogó sárga lesz, tehát ez is majd figyelmezteti az autósokat, hogy ez egy veszélyes útszakasz, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is nő a közlekedés biztonság. És akkor még mindig költségvetés, de most kicsit a beruházásokról, fejlesztésekről áttérünk másik témákra. Ugye Solymáron mindig, vagy Solymáron kormányzata mindig támogatja minden évben a civileket. Idén milyen támogatásokról döntöttek a civil szervezetekkel? Hát én azt hiszem, hogy ez az év, ez Solymár történetének a szinte rekordméretű támogatását jelentette. Egyrésztről megtartottuk a tavalyi civil pályázati keretet, tehát amire a civil szervezetek pályázhatnak, ez több mint 14 millió forint. Ezen kívül az önkormányzat költségvetési fősoron beemelte az iskolák, óvodák alapítványait, tehát ezek fix összeget kapnak. Továbbra is támogatjuk 2,5 millióval a sportkört, illetve a Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesületet. Támogatjuk az egyházakat is a szokásos működési támogatással,
katolikus egyház esetében 2,1, református egyház esetében 500 000 forinttal, ugye a hívők arányának megfelelően került ez az összeg meghatározása néhány évvel ezelőtt. Viszont az idén az egyházak egy célzott fejlesztési támogatást is kapnak, hiszen a református egyház támogatást kért a templom tetejének az üvegprizmájának a cseréjére, illetve gépészeti felújításra. Erre 2 000 000 forintot szavazott meg a képviselőtestület. És hát egy óriási beruházás készül az idén. A plébános úr már tavaly tájékoztatott arról, hogy egy hívő az egyházra hagyta egy telkét, amit sikerült az egyháznak értékesíteni. Ebből az összegből, az egyház saját pénzéből, illetve egy 6 000 000 forintos önkormányzati támogatásból a teljes templom felújítás, külső felújítás meg fog történni. Tehát az ereszek, a bádogók, a tetőzet bizonyos elemei javítva lesznek, a teljes templomon meg lesz erősítve a vakolat, és teljesen át lesz festve a lábazatok, a körüljáró járdák, tehát egészen meg fog újulni a solymári templom, úgyhogy úgy vélem, hogy itt az elmúlt évek felújításai során megvalósult beruházásokkal, amelyeket egyébként mind-mind komoly összeggel támogatta az önkormányzat. Most már nem csak belülről, hanem kívülről is teljesen megújul a templom. Azt szoktam mondani, hogy hát most már valószínűleg egy olyan 50 évig nem kell hozzányúlnunk a templomunkhoz, de lehet, hogy 100 évig. De azt hiszem, hogy ugye a templom tér a település központja és az egész településnek dísze az országos műemlék katolikus templomunk, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell valósítani, hogy szép környezetben legyen a település központ. És akkor a végére hagytam azokat a költségvetésnek azt a részét, ami egy kicsit közösségépítő jellegű, mégpedig a programokat. Milyen hagyományos, vagy esetleg új programokra számíthatnak idén a solymáriak? Természetesen, amik eddig voltak, azokat mind-mind megrendezzük, és a költségvetésben ehhez forrásokat biztosítottunk. Ugye a legnagyobb települési ünnepünk a solymári búcsú, ami ez a szokásos sok milliós támogatást biztosítja az önkormányzat. Emellett megrendezésre kerül május 1-én a majális, a május fállítás, a hősök napja, a különböző civil szervezetek által szervezett rendezvények, ezeknek nagy részéhez pedig a civil szervezeteket közvetlenül fogjuk támogatni. Tehát azt hiszem, hogy mindaz, ami eddig volt, az továbbra is meg tud valósulni. Hát és akkor ezekről majd úgyis be fogunk számolni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szépen.